A magyar növekedés két és félszeresét ért el Németország, Lettország, Finnország és Szlovákia növekedés ütemének, és közel kétszeresét a Svéd-Cseh, Litván és Francia gazdasági bővülésnek. A kimagasztó eredmény hátterében a nemzetközi bizalom, a magas beruházási szint, a teljes foglalkoztatottság, az alacsony munkanélküliség, a bérnövekedés és a célzott kormányzati intézkedések álltak. Ki kell emelni, hogy 2022-ben az ipar Európa egyik legerősebb növekedését produkálta, közel 6%-kal bővült. Erre a húzó ágazatra továbbra is számíthatunk, amelyet egy újabb iparstratégiával, a beruházások növelésével tovább kell erősíteni.